Danton, il contrario tanto. Non ti dà tanto le cose. Egy ilyen felvétel nagyon-nagyon, hogyha az ember próbálja leírni pontosan, akkor nagyon nagy csöndnek, fegyelemnek és nagyon nagy nyugalomnak kell lenni. Úgyhogy ez a jelírás, ez tulajdonképpen jó, hogy elsajátítottam, és kicsit büszke is vagyok magamra, mert 20-valahányan voltunk, akik végeztünk a főiskolán. Ebből, hát nem tudom én, talán 10 vagyunk, 10, nem tudom, de többen nem nagyon olvasnak már. És félek tőle, hogy ez akkora feladat a mai diákok részére, mert könnyebb az embernek a kézzel írással lerajzolgatni a jeleket, de jelírással az a jel a 100 év múlva, 200 évben, 500 év múlva is, hogyha jön egy marslakó, akkor el tudja olvasni, hogyha írja, el tudja olvasni a jelírást. Érted? Tehát, hogyha ő ismeri a jelírást, akkor ő ugyanazt el tudja olvasni, mint én, amit leírtam 500 évvel ezelőtt. Tanítani. Amikor én leérettségeztem 82-ben, azt hiszem igen, akkor lehetőségem nyílt arra, hogy volt akkor a Déreni Művelési Központ, úgy hívták akkor még, akkor lehetőségem nyílt arra, hogy velem azonos korú táncos gyerekek, akik a Jászság Együttesnek akkor alapító táncosai voltak, egy C-kategóriás tanfolyamot indítottak Szolnokon, és engem arra elküldtek. Elvégeztem, úgyhogy tulajdonképpen 82, már 85-ben, amikor a Déli Művelési Háznak a dolgozója is lettem, akkor onnantól lehet számítani, hogy én aktívan velem a jobbot. Elkezdtünk tanulni, táncolni. 2 évig táncolt a Táncművészeti Főiskola akkori időszakában, igazából alig elvétve tanultunk táncolni, csak beszélgettünk róla. És 2 év után a néptánc szakosok különvonultunk, mert ott volt balett, meg volt jazz balett, meg balett tanszak, és a néptánc tanszak félrevonult, és akkor 2 év után, ami csak belefér, faluról mentünk. Elkezdtük Nyugat-Magyarországon, és akkor végigmentünk a térképen így, végigmentünk. És ahonnan volt valahonnan valamilyen adatközlő táncos,
vagy olyan neves szakember, az eljött és megmutatta nekünk, hogy miről szól az élet. És jöttek erdélyi táncok. Ó, Erdély! Erdély a nagy sokszínűségével. Ó, hát ez egy akkora nagy táncterület, hogy ember legyen a talpán, aki megjegyzi, hogy mi merre van. És örültem neki, hogy tényleg olyan emberekkel, hogy például a szováti táncot olyan emberektől tanultam, meg a szováti zenészeket onnan ismerem, mert nekünk eljöttek, és amikor volt a szováti tánc, akkor a szlovátin muzsikusok játszották hozzá. Felvidék hol található? A térképnek melyik részén már található? Azért Felvidék a mai Szlovákia területén található. Több száz magyar emberi van. Ugyanúgy beszélnek magyarul, mint mi. Lehet itt osztályozni, meg szorgalom, meg egyéb, de a legcsibészebb gyerek is maximum kap egy hármast, vagy egy négyest. Szóval nem ilyen, hogy megbuktatni. Hát olyan nem létezik. Nem létezhet, mert egyszerűen, hát a művészeti iskolában. Hát, nem. Aki meg kiváló, az megkapja a csillagot az ötöst. Úgyhogy vannak ilyenek egyébként, akik kiválóak, és örülök nekik, mert többnyire most már eljött a lépés, hogy most már idő előtt ott vannak. Tehát most már nem is kell elmennem. Hát tanítok kettőig, mondjuk valahol, 3 órakor kezdődik az a bizonyos szakkör, és a kislány már 2:30-kor ott áll az ajtó előtt. Énekes nénit vettem föl, az is Füzesi néni, énekeli, lehet, hogy meg is tudom majd mutatni. Énekeli nekem itt, a telefonomon rajta van, énekel egy olyan nótát, hogy az ember csak lebegőt vesz. Majd megmutatom. Mert hát beszélő ott a magyarságukról, erdélyi létére, és annyira lélek mozgató, hogy azt tényleg nézzük meg. Azt a kurva hét szentségét! Jaj, de jó! Azt a beszél!
ember megtanulja, és akinek érdemes, annak szó továbbadja. Tehát, hogyha bárki jön, és azt mondja, hogy én szeretnék vele táncolni, akkor, hogyha úgy kérdezi meg, hogy érzed benne a pozitív hozzáállást, akkor nyilván azt mondod, hogy na gyere. Hát olyan is volt már, hogy... Nem. Hát akkor én, figyelj ide, nem erőltetem, és ha más nem, hát én azt szoktam csinálni, Újszívásban, az iskolában, azt szoktam csinálni, szünet van, és berakom a zenét, és hadd szóljon a zene. És most már elértem azt, hogy amikor megszólal a népzene az iskolába, akkor nem óbégatnak meg, nem hanem némelyik odafigyel. Úgyhogy, ha más nem csináltam, de elértem azt, hogy a népzenét, meg a táncot ennyiben odább adtam, nekik adtam, akkor már valamit értem. Ez a hojna. Lép, lép, nem egy helybe állunk. Egy, kettő, három, négy, vissza, kettő, titita. Lép, lép. Lép, lép, titita. Lép, lép. Csárdás lépésbe, de nehéz. Egy, két. Lép, zár, lép, zár, lép, zár, lép, zár. Tovább. Igazából nagyon jó táncjelírás szeretnétek látni, akkor ide van írva a dallam. Lekottázva. És akkor eleve a jelírással együtt van. Nem tudom, van-e itt olyan. Sötét vagy világos, ez mind az alap, a fönti. Aztán a fekete, a mély, és ami be van satírozva, az pedig a magas. Magasságot jelenti, a testnek a magasságát. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ez egy friss csárdás. Ez egy friss csárdás dolog. Itt férfi van, itt meg nő. Ez már egy páros tánc. Ez egy forgós, forgatós tánc. Itt el vannak fordulva balra. A férfi a bal kezével fogja a lánynak a kezét. Elől, igen, és a lány pedig fogja a fiúnak a bal kezét hátul. Mert ez a speciális írásmód, ez nagyon bonyolult. Ez mint hogy mondjuk a vakírás. Szóval egy borzasztó nagy jelrendszer, és ezt nagyon-nagyon nehéz felismerni. És apró, pici mozdulatokat, egy téthajlítást, egy újhajlítást, bármit meg lehet különböztetni. Hát vannak szintek, mély, magas, téthajlítás. Tehát nagyon sokféle lehetőség van, és akkor, amikor eljött az, hogy én írtam a szakot, és kellett belőle szigorlatoznom, sikerült kihúznom egy olyan tételt, hogy dobjak el 5 méterre egy labdát, de közben táncolja a két lépést. Ez volt a lényeg a dolognak. Ugrottam kettőt, és el kellett hajítanom egy labdát 5 méterre. Két mozdulat, és akkor a levegőben, ahogy repült a labda, azt le kellett rajzolni, leesett, és akkor pattogott, megállt. Úgyhogy ez a jelírás, ez, hogy mondjam, igazából megmaradt bennem, de már manapság tényleg csak akkor használom én is, hogyha nagyon rá vagyok készítve, mert sokkal egyszerűbb, mint táncpedagógusnak leírni a saját nyelvemet. Tehát sokkal egyszerűbb leírni, hogy 16 cifra, 8 heszögő, stb. És akkor azt lerajzolom egy körbe, és akkor pillanatok alatt megvan. Na de ahhoz, hogy azt 20, 30, 100 év múlva ugyanúgy
leolvassa valaki, ahhoz már tudni kell igazából jelt írni, olvasni. Hát ahogy a tempó kezdett ugye kicsit dinamikusabban válni, beindulnak az öregek.